játékból játszotok. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel. Szabó Balogh Péter üzletkötő a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na, mit figyeljünk ma? Kérem szépen, a legfontosabb az, hogy kereskedési szünet van Amerikában háladás miatt. Tehát a mai napon nem nyitnak ki a bőrzék, holnapi napon pedig rövidített kereskedés lesz. És az elmúlt napok nagy rallia után, miután kedden még történelmi csúcsokon is járt Amerika, tegnap egy kis szünettel, gyengélkedéssel, profitrealizálással telt a nap. Itt felül teljesítő volt a NASDAQ, de úgy tűnik, hogy felkészültek a néhány napos pihenésre. Gyengébb voltak ugye a munkaerőpiaci adatok tegnap Amerikában. Ugye a munkaügyi hivatal szerint a heti munkanélküliek száma azért növekedett, így meg is látható, hogy az amerikai DO teljesítményén. Az ipar, a pénzügyi szektor mínuszban járt, az olajár ugye pedig kissé emelkedett, valamint amiről említettem az imént, a technológiai szektor kis mértékben felülteljesítő volt, köztük például az Apple, amely során érkeznek lassan az iPhone 12 megrendelések, mely bizakodóvá teszik a befektetőket, mint egy 1%-ot emelkedett erre az Apple. A Fed döntéshozók számos lehetőséget vizsgálnak a kötvényvásárlási program finom hangulására, módosítására, szólt a tegnap esti Fed minicben. Úgy tűnik ezt a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási programot kicsit nem módosítani fognak rajta itt a közeljövőben. Van egy vállalati hírünk, miszerint az Salesforce tárgyalásokat folytató Slack Technologies-nak a megvásárlására. Ők egy ilyen vállalati chat program, üzenő program alkalmazást végeznek. A Salesforce venni át, ez nem hivatalos, de úgy tűnik, hogy szivárognak ki a hírek. Az árfolyam az jelentősen emelkedett a tegnapi napon, majd 25%-ot emelkedett a Slacknek az árfolyama. A Salesforce pedig mindegy 3%-ot csökkent. Vakcina fronton már decemberben vakcinát szállítana Európába Moderna, még egy engedélyre azért van szükség, a partnerek itt Európában már megvannak a forgalmazásra, egy svájci és egy spanyol cég, mintegy 80 plusz 80 millió adagról szól a hír. Ennek a hírnek hatására tegnap Amerikában mintegy 10%-ot emelkedett a Moderna, és úgy látom, hogy az After Hours-ben ismét további 3%-ot emelkedik a Moderna árfolyama. Célárat emelt a Tesla-ra Morgan Stanley, mint egy jelenlegi árfolyamtól, mint egy 10%-a magasabb árat, célárat határozott meg, $540-ról szól az ajánlás. Szerintük, mint amit mi is gondolunk, hogy a Tesla nem csupán egy autógyártó cég, sokkal több, annál inkább egy szoftver szolgáltatások árbevétel jelleg ugye alacsony a cégnél, 1-2%, ez valószínűleg jelentősen akár 6-7%-a fog majd emelkedni, ezért gondolja a Morgan Stanley elemzője, hogy van még bőven szufla a Teslában. Nagyon érdekes visszakönyv a Teslára, hogy ugye kicsit megismerhettük a Warren Buffettnek a portfólióját, hogy mit tett az elmúlt negyed években, és úgy tűnik, hogy a harmadik negyed év elég jelentős Tesla csomagot vásárolt össze, mint egy 50 millió darabot, csak ezt ugye nem jelentette be, húzta, halasztotta, illetve szabályozásokat kihasználva nem jelentette meg. Ez körülbelül egy 20 milliárd dollárról van szó, tehát az egész portfóliójának mintegy 10-12%-a most már ugye Teslában van. Ez nyilván ugye az emelkedést látva azért nagyon örülni fognak majd a Berkshire Hathaway tulajdonosok, részvényárfolyam is meg kell majd mutatkoznia, de alapvetően elindult a gyógyszerszektor irányába, vásárolt FVA, Bristol Myers Squibb, Merck és Pfizer részvényeket is, közben pedig eladott Berry Gold és némi Apple részvényeket is az elmúlt negyedében.
optimista a Bank of America-ra, ugye egyik kedvence Warren Buffett úrnak, illetve Snowflake papírokat is vásárolt. Van még tegnapról egy ThyssenKrupp felminősítésünk a Deutsche Bank által, és azt kell mondanom, hogy körbe itt vagyunk. Még egy rövidke hír a Disney-től, hiszen 2021-ben vártnál több, mint egy 32.000 főt fognak elbocsátani 28.000-rel szemben. A tokiói, a shanghai és a hongkongi élményparkok ugye nyitva vannak, a párizsi, az orlandói, Los Angeles-i pedig továbbra is záróan. Szóval egy szó, mint száz, a macska, nincs otthon a macska, cincornak az egerek, tehát picit ugye az amerikai zárás miatt, szállodási ünnepek miatt ugye nincsen kereskedés USA-ban, egy ilyen enyhén pozitív kereskedésre számítunk a mai napon itt Európában. Jó, oké. Köszönjük szépen a jó kis híreket, figyeljük. A Warren Buffett portfólió nagyon klassz volt, úgyhogy szerintem utána lehet keresni a neten, és még kicsit így turkálni Warren Buffett pénztárcájában. Köszönjük szépen, jó munkát, jó kereskedést! Köszönöm szépen, legjobbakat, szervusztok! Szabó Balogh Péter üzletkötővel beszélgettünk sok mindenről, többek között a Warren Buffett portfólióról, meg hát a háladás napi szünetről, amerikai makroadatokról. Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel. Mihálovics Andrásnak érkezett üzenetet továbbítom az aranyköpés kapcsán. És akkor most a Maci komp akart lenni, de nem komplett. Ú, de vártam. Vártad? Hát igen, akkor nem tudlak, nem meg. Nem tudlak meglepni. Mindenki látja, hogy nem lettem komp, hiába az anyai intelem. Nem lettem komp. Ennek tudatában pattintom át a Lasztit, Schmidt-Andinak, hadd mondja a híreket, mert szerintem a csúcson kell abba hagyni. Rendben. És ez a szóvic mindenképp a csúcsa a mai reggelnek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés.